Nap után nyerje a meccseket. Az első nem sikerült, az volt a folyamatos, én nagyon remélem, hogy nem állunk meg. Hihetetlen jól fölkészült a csapat, nagyon okosan és egységesen játszott mindenki. Elég volt megnézni egyébként szerintem az utolsó negyedet, ami nyilván nem volt közönség szórakoztató, szóval ültünk a labdán, ameddig lehetett. Egyetlen hibát nem védettek a játékosok gyakorlatilag a támadásban, ami az ellenfél lefordulását minden egyes alkalommal megakadályozta. És ez egyébként nem csak akkor volt, amikor négyed gólra vezettünk, hanem már az elején is. Ez volt a titka mindennek. Végtelenül fegyelmezett és egységes volt a csapat. Azért ez ritka, hogy egy meccs ilyen szépen végigmenjen, ilyen fegyelmezettséggel játszunk, tehát... Jó, igazság szerint ez a csapat erre készült, de ez nem igaz. Ez a csapat egyáltalán nem arra készült, hogy négy döntőn vagy nyerjen, nem valami fantasztikus fegyelmezettséggel, ez a csapat arra készült, hogy nap után nyerje a meccseket. Az első nem sikerült, az volt a folyamatos, én nagyon remélem, hogy nem állunk meg. Meg kell mondanom, hogy a spanyolok ellen lehet, hogy még egy is kevés, úgyhogy nekünk még egy lapáttal rá kell majd tenni.